Jó reggelt kívánok! Innen a Kárpláv parkból, ez a Big Point-tó, és mint látjátok, vagy nem látjátok, semmit nem lehet látni. Ott mintha körvonalazódna a túlpart, de különben március 6-a van. Nálunk Szent Mihályon 4 fok volt, aztán jöttem ott 3. Itt is azt hiszem, hogy 3-4 fok van, eléggé ködös a helyzet. Ma Rolanda jöttem horgászni, békét kötöttünk, ennek örülök. Úgyhogy itt vagyunk, jó, ott rám alászik, ott az én cuccom. Úgyhogy itt fogunk helyet foglalni ezen a stégen ketten. Reméljük, hogy elférünk. Nem lesz éppen nagy hely, de sok jó ember kisen is elfér alapon. Jöttem a csakapece termékeimet tesztelni. Mindjárt megkeverem a kajákat, megmutatok mindent. Na, itt vannak a mai napra szánt csalogató anyagaim. Itt van már jól ismert Red Grill-es metód, mixem. Itt van a Green Betainos metód mixem. Itt van egy tesztetető anyag. Ebből szeretnék majd egy hasonlót a piacra dobni. Nyilván még tesztelgetem egy kicsit. És akkor ezt pedig a Red Grill-esből tettem hozzá, meg a tesztetető anyag egy ilyen kezdőlökés. Itt vagyunk, ugye itt horgászunk. Összeszűkítettük magunkat. Jobb ott, mint itt a parton. Itt lehetett volna még a ládát letenni, de ott van egy akadó, az elég karcos. Illetve itt pedig, hát itt a fák miatt, itt azt néztük, hogy azért a kis ág előtt lehetett volna letenni a ládát, tehát egyikünk horgászott van ott, a másik meg máshol. Úgyhogy így adottuk meg, Roland végig fel a napot. Az engem azért kicsit zavar, de majd megszokom. Úgyhogy meglátjuk, hogy mit fogunk ezen a mai napon itt a Kárpláv Big Point talán. Sosem horgáztam, amit ezt már mondtam. Végre felszállt egy kicsit a köd. Azért elég borús idő van. Meglátjuk, gyorsan bedobok, aztán jelentkezem, ami hallal, remélem. Megjött az első halom, még egy fényképet nem tudtam csinálni a ládáról. Nagy bejelentkezni, mert eltekerte. Bele fog férni, hát ez valami kicsi játékos, ezért adjatok a féken, de fölösleges, mert ez valami... Te is együtt fogta egy ilyen dunai bébét. Ha húha! Kár, ezt mondtam, hogy kárász! De mekkora, hallod? Mekkora kárász? A fehér csalimra, az a nem mindegy. Mekkora kárász, nem már? Őha! Az ez gyönyörű! Hát ez meg mi? Honnan jöttél, barátom? Hibátlan akadás, itt van. Ezt figyeljétek mekkora. Ott a fehér csalim még. Második hal a horgomon. Nagyon szép kapást csinált. Hát az egy dévér, a fehér csalim otthon. Ez egy szép dévér, srácok. Csí! Hát ez se kicsi. Hát... Merítjük meg amúgy ott? Hát itt oldalt megmerítjük. Akasztottam valami véletlenül nagyobb halat. Mert amikor bevágtam, akkor teljesen beleállt a bot. Aztán utána azt hittem, hogy beakadtam, hogy akadóban, aztán elkönnyült az egész. Kitekertem félig, most meg már megint elnehezült, úgyhogy valószínűleg addig szépen ki tudtam vontatni. Most viszont, hűha. Hát ez eléggé, igen. Lehet, hogy ebbe is belefér egyébként, nem olyan nagynak tűnik nekem ez amúgy.
már, hogyha bele tudnám bénáskodni. Uha! 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 Letöri a karomat. Nem, hát ez jó, csak vigyázz, hogy orrba vágjanak vele. Aja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 j
Mi ez? Szép kis. Mi? Saját fehér csali. Oh. Nos, srácok. Akkor... Na. Itt van a gyönyörű halam. Ezt nézzétek mekkora. Hát köszönöm, hogy jöttél, barátom. Na, kell egy kis idő. Ez az. Hú. Itt a következő halam. Gyönyörű, szép. Hát azért ez... Ja, bocsánat. Fölraktam a sárga csajtot, látjátok? El is húzta egyből. És most dobtam be, basszus. Nagyon durva. Ó, menj már innen. Ne kordozzál itt, hanem. Hát, megint akasztottam valami nem keszeget. Ott vannak már a nyomai. Ezt a barátkiles etetőanyagos töltet volt benne. És a sárga csalim van rajta egyébként. Most levettem a fehéret. Igen, ez már megint egy jó játékos lesz. Szerintem én föl is fogok állni a ládáról. Az a baj, van itt egy akadó mellettem. Azt nagyon nem kéne, hogy megtaláljam, mert akkor... Hát hova indult volna, nyilván. És nem nagyon szeretnék már ráhúzni a fékre, mert így is már karikában van a bot. Hát azért szerintem ennek a halnak lehet, hogy kell a... hogy görbül a botom, úristen. Nem menj be a stég alá, nem menj be a stég alá. De hát ez se egy üzérős pálca. Hát figyeld, hogy vagy, bassz meg. Basszus. Nem akar följönni. Nem akar semmit se akar, pedig már ilyen szálkolási helyzetben volt itt az előbb szegény. De most gyűjtött némi erőt. Hú, mekkora ez a hal, basszus. Hát ez lehet, hogy van már azért tízes. Nem tudom, azt lehet, hogy összerakom a mérleget gyorsan. És a ízében meg tudjuk mérni. Jó, a zsá... Na akkor hagyja csak. Fejtette. Ide. Ide fogok térdelni már. Fű, hát ez egy nagyon szép hal, srácok. Remélem, hogy meg lesz, és nem pattan ki belőle a horog. Hát... megtudnám, hogyha feljönne esetleg. De hát nem merem erőltetni, mert a horog is kicsi, már hosszú a fárasztás is. Hát tudod? Hát remélem, hogy tudom, igen. Meg kell, hogy legyen, mennem a
Asta. Hú. Hát igen, azért a nagymerítő azért nem rossz, hogy van. Hű, basszus. Hú. Hát ez kemény volt. Nem tudom, hogy látjátok-e, de végére szinte ezt a visszaengedő matracot. Leízem rá kicsit a habot, meg a halnak is így adok egy kis oxigént. Mekkora? Na mi van, kis haver? Micsoda hal? Na most elúszik szépen. Kösz, hogy jöttél, barátom. Itt a következő áldozat. Egy keszeg a sárga csalira, úgyhogy... Nézzük meg, hogy... Na, azt király, azt király. Megetted a sárga csalimat, mi? Finom volt? Kaptál feltöltőt. Hello. Hello. Na azért. Na. Hát most fogott a Roland egy majdnem 6 kilós pontyot. Most meg itt van nekem a horgomon valami. Ez is egy jó hal lesz, te Roland. Szép kis komótosan. Ja. Ó, milyen ízéket, figyelj, milyen ízéket lökött. Mi ez? Harcsa, ez harcsa, nem? Ne idegesítsél már. Hát én láttam, esküszöm. Hát én is, mintha valami furcsaságot láttam volna. Hosszú fejlett farkat. Óha. Hát ezt te emeled meg. Csak poénkodtunk a harasszal, az meg. Az, szürke. Na ne csináld. Látszok, Andris fogott egy szürke látszat, elég a kamerát. Jó, szerintem egy jó négyes forma szürkét fogott. Azta. Ott figyel a haresz, srác, nem tudom, mennyire látjátok. Ott a bajsza. Föl is jött, ott van, látjátok? Ott a haluci. Ne szálkoljuk ki akkor ezt a halucit. Messze neked haresz. Mondom, hogy kell az, ami bevonzik. Azt, mekkora. Utoljára ilyesmi harcsát fogtam a tavaly az egyik videómba a prérin, de az nem volt akkora. Aha, várja. Várja, hülyén áll, tessék. Most a tutker, aha, biztos belefolyik a harcsa. Hát olyan hosszú, mint a vonatfügg. Óvatosan, mert az a nyél az elég fing. De szadján, de a harcsa fér bele. Beleorigamiztam. Na jó van akkor. Na engedjünk téged vissza, Hari barátom. Ez egy kicsit nagyobb bajszos. Hát ez egy kicsit azért. Ez is kitölti a matracot, hallod? Ja, végig éri. És igazából annyit akartam, hogy levidózom ezt így valahogy, ha tudom. Most srácok, itt van a harcsa, amit fogtam. Ez is végén az egész mérleg előtt teljesen. És ott el fog úszni, oda nézzetek. Azt a... Itt vagyunk a Kárplavon. A Big Pointon. Nekem pedig jött egy... Csöpöt remel a kezem. Itt egy keszeg. Adjam egy merítőt, barátom, kösz. Már összeset elraktuk hátra. Ott van a csalim a szájába. De jó az a kis merítő, milyen könnyű. És milyen hangja van, ilyen spirituálisan csöpög le a víz. Ott van a szájába a csalim. Ki van fizetve, hogy így csöpög. Fogtam valami halat. Ez egy, ó. Hát ez az, Gabi.
csapatni kell. Köszi. Nincs teendő. Esetleg, hogyha megtisztelnél egy merítővel. Főleg egy ilyen jóval, hallod? Te milyen tök jó könnyű ez. De melyik? Itt fogtad a... Ja, de hát az egy szar, hát az... De ne azt nézzük már össze. Ott van a szájában a fehér csonim. Hű, hát ez nem sok a múlt. Olyan vékonyakodás, hogy ezt nem is értem, hogy hogy lett meg egyáltalán. Hát kis haver. Kösz, hogy jöttél. Robi, nekem volt egy 5,5-es tükrös, Andris is fogott egy ilyen 5,5-es harcsát. Szerintem ezekről maradtál. Volt neki 8 fölötti, hogy ez? Ez a 7. keszegem, vagyis hát fehér hal harcsával együtt. Live-ozás van, meg keresztbe beszélgetés, és fogtam egy ilyen botárpontyot. Azt a minden, gyerekek. Nem pici. Hol a feje? Itt van a pontyom. Mekkora? Hű, baszki, 10 plusz. Mekkora hal, úristen. Gyönyörű szép. Kicsit térész ez, barátom. Gyere. Ennek ugye le kell nyomni az elejét. Hát ez... Hú, 10 plusz. Köszönöm. Na, srácok, ezt a 10 pluszos pontot és a fehér BB csavarommal fogtam. Úgyhogy azt fogom visszatenni. Most egy ilyen QM1-es horgot kötöttem. A horog előkő hosszúságot 10 cm-re vettem most a szokásos 8-8 és fél helyett. És egy kicsit jobban engedtem el a Waftelt a horogtól. És erre jött egy 10 pluszos sima szereléken van, metód. Ezt a Neviszkos alatt a 30-ast megtalpaltam egy 25 g-os ólommal, így 55 g. És ez a keverék volt benne, ami a tesztetetőanyagom. Illetve a zöld és a piros pellet még szemkeveréke, lehet, hogy van benne piros szem, zöld szem is. Ezt vette föl. Ezt töltem vissza, nem volt benne aromának semmi. Ezt töltem újra be. Egyszerűen nem hiszem el. Most jó, már két 8 körüli ponty, egy 10 pluszos, egy 5,5-es harcsa. Micsoda nap. Ezek a cuccok, gyerekek, ez a csokapec a termékek. Ezek jók, és ez a tesztetetanyag is nagyon jól működik. Bár még van rajta mit finomítanom. Meg még változtatok a recepten is. De szerintem az, amit kitaláltam, az megint jó lesz. Azt a távol dobálom körülbelül szemre. És gyönyörűen elhúztam, most akartam inni egy kávét, és azonnal eltekert, úgyhogy most iszok egy kávét. Ja, és itt van rajta csak a perc matrica, nem tudom, hogy látjátok-e. Ez a legújabb fejlesztésünk, amit én találtam ki. Elsíreztem a zsinort. Fogtam valami halat, de érdekes, mert ilyen rúgdossa a fejét. Nem tűnik annyira nehéznek. Nem tudom, hát még nem láttam, de valami lesz. És amúgy nem könnyű, de nem annyira nehéz, mint a többi ponty volt. Szépen dolgozik ez a bot. Hát ez leakadt. Ezt nem látjuk meg, hogy mi volt, de szerintem egyébként simán lehet, hogy harcsa volt amúgy. Esküszöm. Nem tudom. Basszus. Aj, de utána, amikor elmegy egy halom. Ezt utána legjobban. Hogy bedobom, eljut a kapásig, és utána meg ezért leakad itt a sarkon.
mindegyik, az volt rajta, megint a fehér csolimat tettem, és megfújkáltam a sprémmel, a SS-sel. Volt jó pár hal, kopi. Ezt fogom megint csinálni. Mert meg fogom fújkálni, mert ez bejött a halaknak. Hát szerintem ilyen 4,5. Ez így egy ilyen szép piros csalit ad. És a, ez a mix kerül benne, amiben most már a zöld peletem is benne van, meg a redfish is. Meg ez a teszteltető anyag, ami egy ilyen piros színű lesz, ez a tervem. Még az ízesítését azt nem akarom elárulni. Nem szeretném lelőni a beharangozóját, ha lesz. Ez a töltet kerül be mindenféle aroma nélkül. Oda a szokásos körülbelüli helyemre. Ott a Roland mellé dobom. Majdnem. Én nem szoktam ennél bejebb dobni. Nagyon. Szépen elsüllyesztem a zsinórt. Gyorsan. Ott süllyed, szerintem látjátok ti is. Ez mindjárt is süllyed. És akkor szépen a izével már nem mozdítjuk el a kosarat, hanem beteszem a helyére. Így. Ez így már jónak kell legyen. És várjunk egy kapást. Basszus, leakadt egy jó halam. Hát egy 5,5-es potyka, Peti, meg keszegye. Annyis ezt fogott két darab 8 felettit, egy 11-es, meg egy 5,5-es harcsa, ő is keszeg kárász. De még hogy húzza? Na, ez nem keszeg lesz megint. Ajaj. Kárász? Hát, figyeld azt. Azt a kárászt, ami nem akar sem erre se. Az a baj, teljesen elment eléd, úgyhogy jobb, ha nem is tudom, hogy bejövő hétig. Sajnálom, mindjárt visszahúzom egy kicsit. Tűzs, na ez már megint egy jó hal lesz. Ez szágába sincs. Ez a kis botom, Isten, de szeretem ezt a botot. Hűha! Mit fogtam? Hogy van? Hát valami, mert nem láttam még, de igen. Hazám. Andris most fogott egy szép pocskát. Tű, hát ez már megint nem egy könnyű darab. Figyeld a botot, basszik. Beteg ez a bot. Azt a mindenit, milyen burványokat csinál majd meg. Fú, basszik, kitörik a karom. Azt a mindenit. Jézus Mária. Mindjárt kitörjük a csuklóm. Hogy hajlik ez a bot, te szűz már ekkora halak alatt. Na merre van azért kitalálva. Ez a kis 80 g-os bot, de gyönyörűen dolgozik ekkora halak alatt, és nézzétek meg.
tényleg már teljesen karikában van, hát nyilván súly van ám rajta. Mit akar még ez a hal szerinted itt? Be fog menni, van meg a... Hát nem tudom, de nem akar errefele jönni. Azt a rohadt életbe. De te nézd meg, bazd meg. Mit bír ez a bót amúgy? Már nem merem erőltetni, nézd már meg. Hát ide letörik, bazd meg. Azt a rohadt életbe. Azt a mindenit. Nem bírok ezzel a halla. Egyáltalán. Toljad. Benne van azt a mindenit. Szápoljuk meg. És akkor... Jaj! Innen szépen visszaengedjük. Húristen! Mekkora hal, masszus. Oda néz. Hát, 10 plusz megint. Itt a carp love. Big pointa van. Ott a kapás. Ott húzza. Ez megvan. Most legalább láttátok. Nem messze a nagy hal, hál' Istennek. Ez valami kisebb halnak ígérkezik. Adja mi majd több testvérem, légy szívesen. Kis halat. Big Brimhez. Big Head of Brim, ott a barna csalimban, nézd meg. Ott van a barna csalimat, és elhúzta. Halacska. Ja, igen, esélyes. Ott a kapásom, ott van. Ahogy húzta. És ez jó húzós kapás volt, hát az is, bizonyám. Ó, jaj, megint kezdődik a kávária. Óha. Most megint akasztott a fizét, valami küzd, a durvincsot, figyeld a botot. Valami kis küzd. Most igazából nem akarom mondani jó etető anyag, mert meg kéne tanulnotok horgászni is. Nem. Külön. Gyere. Fárazd akkor a halat, majd én belerakom. Hát ez ilyen egyébként. Ez egy ilyen rohadás. Tessék testvérem, addig fárasztod az a jó kis bottal halat. Parancsa, mindjárt összerakom egy másodperc alatt. Pusztult az egész. Pusztult az egész világ, nem? Sonic. Na figyelj, úgy kell, hogy ezt berakod. És a másikat meg bele kell feszíteni. Úgy, hogy így oldalra ki kell húzni. És beletenni. Na meg is adta magát. Akkor majd én... Ott meg az be van ejtőd, van a szarva. Megmerítem akkor. Hogyha úgy is jó, csak én nem látok innen semmit. Előbb már kipált rendesen. Nem érek oda, mi? Nem, már ide húzom, most. Jó, megvan. Na, megvan. Ú, bassz meg. Hú, ez is már megint mekkora
meg lehet játszani a széthúzással. Hát igen, most... Itt van az újabb halacskám. Megy. Engedjük vissza ezt a... gyönyörű halat. Ezt nézzétek. Hát... ez megint egy olyan, hogy brutál. Úgy szerintem, hogy fejed kimenjen, hogy azt a mindenit. Megint húzza. Volt egy húzás, most ejti. Látjátok? Húzza megint. Hát, nagyon sajnálom, de... mit fogtam vajon? Ezt mondjátok meg. Vagy tippeljétek meg. Fogtam egy kisebb pontyot. Mi a fos az? Azt látod, hogy kiugrott a tokhal? Tok? Aha. Ú, a nagy merítő kell. Kiugrott a tok. Hú, baszki, remélem, hogy rajta lesz a felvételen. Nem, de hát az nem baj, hogyha nem olyan nagy. Gyere, gyere, fordulj meg, nem baj, hogy nem olyan nagy, annál fürgébb. Miért nem? Ja, persze, hogy nem ilyen széjjelebb. Hát, nem ilyen széjjelebb. Itt van a halacskám, azért nem olyan rossz ez. Jaj. Na itt a tokhalom. Ez is végérja ezt a visszaengedőt. Na, egy kicsit mozgatlak. Egy kicsit. Azaz, de szépen elúszott. Köszönöm, Kárpáv Park. Na, srácok, itt vagyok, mert közben elkezdett már szakadni az eső, úgyhogy rohandra elpakoltunk. Itt állok a Kárpáv Park kapujánál, kijöttünk. Csak annyira esik az eső, hogy össze kell kapnunk magunkat. Így szeretném ezt a mai napot értékelni. A csakapáca termékek nem hagytak cserbe. Megint sikerült a 20 darab halat összefognom. Úgyhogy fogtam két 10 pluszos pontyot, láttátok, fogtam tokhalat, fogtam 5 és feles harcsát körülbelül, fogtam keszeget, kárászt, még pontyokat, brutál nap volt, tényleg. Úgyhogy szerintem mindent megmutattam. Ma megint kiemelkedőt nem tudok mondani. A Red Grill-es peletmixem, illetve a Green Beton-es peletmixet kevertem be, illetve egy ilyen piros. Persze, hogy lemerült a GoPro, de van még akkumulátorom. Szóval abszolút elégedett vagyok ezen a tavon, ezzel a tóval. Abszolút elégedett vagyok ezzel a mai horgászattal. Ezen a tavon sosem horgáztam, megint egy új víz, ahol bizonyítottak a csakapecse termékek. Igazából, mint már mondtam, kiemelkedőt nem tudok mondani, a Red Grill-es peletmixemet kevertem be, illetve a Green Betainost, és még van egy ilyen piros teszt etetőanyagom, azt szeretném hamarosan elétek tárni. Nagyon jól működik mindenhol, egy jó ízvilágot találtam ki neki, úgyhogy az még várható. Volt nálam egy ilyen teszt gél is. Azzal a géllel csináltam egy olyat, hogy megkevertem a egy marék green, egy marék red és egy marék etetőanyagot, és azt arra szétlocsoltam ilyen folyadékkal. Annyit elárultak, hogy az ízvilága nyárias, abszolút nem volt évszakhoz illő, azt is húzta egyébként. Csalik tekintetében fogtam a fehérrel reggel, utána fogtam a sárgával is, a barnával is.
A narancssal is, a narancsot használtam a legkevésbé, talán nem akartam káraszokat, keszeleket fogni, illetve a fehér csalimat fújtam ugye a piros sprével, amit már mutattam, az előző tavi, cseptavi videóban is benne van. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez jól sikerült ez a nap, köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, nézzetek a TikTok csatornámat, a Facebookot, a YouTube-ot, küldjetek lájkot, osszátok meg, köszönöm szépen, sziasztok!